Sziasztok! Múltkor átnéztük, hogy mik a különbségek a légkábelek között, miért választhatok, és mai videónkban ezt a sorozatot szeretnénk folytatni, áttekintve, hogy mit tudunk berakni a Földbe. Mitől földkábel a földkábel, és mi köztük a különbség. legfontosabb mérvadója egy kábelnek, amit kültéren tudunk használni, legyen az föld alatt vagy föld felett, az a polietilén, poliamid vagy polipropilén. Lényeg az, hogy valamilyen kemény, csúszós és UV és vízálló köpeny legyen. Legelterjedtebb a kemített polietilén. Hogy mik a különbségek a optikai behúzó kábelek között? Valójában ezeknek a hosszant irányú terhelhetősége hasonlóan a légkábelekhez, illetve rákcsáló Az összes kábelünk hasonlóan fog felépülni, belül vannak a szálak, kap valamilyen vízvédelmet, rákcsalóvédelmet és egy mechanikai védelmet, köpenyt. Kérdés az, hogy ezekből miből mennyi kerül bele, milyen extra védelmi rétegek kerülnek bele, és mennyire lehet stapabiló a kábelünk. És ez egyenesen arányos, minél erősebb a kábel, minél jobban tudjuk húzni, nyilván annál jobban fog ellenállni a rágcsálóknak is. Ultimate rákcsálóvédelem sajnos csak, és közök a páncél, de természetesen azért sok különböző ö, védelmet tudunk a kábláink köré rakni, hogy megakadályozzuk, hogy kis poszkaink megrágják. A legfontosabb, hogy az optikai kábeleket lényegben az összeset közvetlenül földre is fektethetjük, de érdemes egy valamilyen kp csőbe befújni őket, és nem közvetlenül beásni. Egyrészt azért, mert az egy extra védelem, egy kapa, vagy egy, néha egy ásó ellen is, Hát nem meg a rácsoloknak is egy extra réteg, amin át kell menni, és utólag könnyen tudjuk cserélni is a kábelt, hogyha valami történik vele. Nézzük, hogy mégis mi van a portfóliónkban. Kezdjük talán a legegyszerűbb és egyre elterjedtebb kábellel, ez az, az MDCFM, fm Ahogy ezt korábbi videómban említettük, ez az a szerkezet, ahol nem pászmáink vannak, hanem mikromodulok. Ennek a húzó ereje szálszámtól vagy szerkezettől függően egy és 2 és egész kN között mozog. Lényegében egyre többen állnak át erre, ez a talán mondanom, a BDC C0 típusú behúzó kábelünknek a mikromodulos testvére, mindjárt megnézzük azt is. Ha a pászmás szerkezeteket nézzük, akkor a legegyszerűbb, a leggyengébb kábelünk az a BDC MSA ő egy vagy másfél kilótonos húzóerőt bír, attól függően, hány szálasat nézünk. Szerkezete egyszerű, vannak a pászmaink, van rajta egy vízzálló réteg, van a rajta üvegszál és a polietilén köpeny. Ettől nem tér el a C0 vagy később a CI szerkezetek sem, azzal a különbséggel, hogy itt már 2, illetve 2,7 ról beszélünk. Tehát egyszerűen több van az üvegszálból, vastagabb a köpeny. Ha a szimpla köpennyel nem elégednénk meg, vagy most van szeretnénk, akkor a következő versenyzőnk az a DDC termékcsalád, ebből is van pár válfaj. Ez már 4 kN indul, és ennek az az érdekessége, hogy az üvegszál és a polietilén köpeny alá, bekerül még egy polietilén köpeny réteg. Tehát úgy van a két köp rétegünk, hogy köpeny, üvegszál, köpeny. Kicsit macerásabb bele dolgozni, egyértelmű, de ez azért igen sok mindent kibír. Ezt már egy kotlógép is inkább kiemeli a földből, mint hogy kiszakítaná. Nem mondom, hogy nem sérül a kábel, vagy nem feltétlen, de egyértelműen nehezebb tönkretenni. Ha ez nem lenne elég, és olyan kábelt szeretnénk lelakni, ami biztosan működni fog, valamilyen nagyon kritikus gerincünk van, onnan olyan területen visszük, ami sok rákcsáló van a földbe, vagy várható, hogy esetleg földmunkák lesznek ott, onnan egy, egy mező, amit, amit gazdálkodnak, akkor a páncírozott kábelekben kell gondolkozni. Ebből kettőnk van, az egyik az az SSC T sorozat, amiben egy központi csövünk van, megfelelő szálszámmal, ugye mindjárt a maximum 24, rájönnek az üvegszálak, jön egy korrugált acélszalag, és ami a páncélt adja, és utána kapjuk meg a polietilen köpenyt. ez egy ahhoz képest a kábel egy könnyen használható, könnyen kezelhető kábel, mert a központi cső miatt még így is eléggé hajlékony, már amennyire egy páncélozott kábel hajlékony lehet, de itt ugye korlátozódjunk szál számban. Ha nem elég a 24 szál, és az jellemzően gerinceket ö, nagyobb szárszámmal húzunk, akkor a SSC CI lesz a megfelelő választás, ami egy közel 3 kN-os kábel, de ennek is az értekessége nem is annyira húzóerő, inkább az, hogy itt már egy multipászmás szerkezetünk van, hasonlóan a BDC sorozathoz. Üvegszálunk, természetesen mindegyik kábelben van vízvédelem, és erre kerül föl rá a páncél, ami szintén egy vastag a acélszalag és a polietilen köpeny. Lényegében gerincet ezekkel a kábelekkel tudunk építeni, vagy lefedőhálózatot, bármit, ami földben megy, vagy kültéren, nem feltétlenül földben, de hát jellemzően ugye ott szoktunk nyomvonalat telepíteni. Mi van akkor, hogyha be akarunk valahogyan kötni ügyfeleket, szintén föld alatt? Erre a múltkor említett Aero DR kábel tökéletes, ugye az egy poliuretán köpenyű egy vagy két szálas drop kábel, és mivel ugye ez feszíthető, ezért gond nélkül be is tudjuk húzni, nyilván rövid szakaszokra, vagy fújni egy bálványból a egy családi házas környezetbe be az ügyfélhez. Ha már a fújástól beszélgetünk, ugye eddig a klasszikus értelembe vett behúzó kábelekről beszélgetünk, vagy földkábelekről, amiket ugye szintén jelzem befújkálunk a KP csövekbe. Van egy másik nagyon elterjedt technológia, ez is szintén Magyarországon egyre érdekesebb, egyre többen látják át és a hasznát és állnak rá, az pedig a mikrocsöves vagy más, mini csöves technológiák. Itt ellentétben az előző kábelekkel, ahol egy KPN 40-es vagy 32-es csőbe egy vagy két kábelt is be tudunk rakni, utólag is akár, itt szigorúan a kábel köré kell egy darab neki szánt megfelelő vastagságú mini cső vagy mikrocső. Ahogy az egyik korábbi videóban említettem, ezek nagyon vékony kábelek. Itt pont ez a lényege, hogy nagyon-nagyon kicsi a hely használásuk. szinte nincs fizikai védelem a kábelen. Tehát a külső köpelynek nem az a célja, hogy megvédje a kábelt irágcsálótól. Erre szolgál a mini Úgy kell összeválogatnunk a csövet a kábelhez, hogy egy ilyen ökörszabály azt mondja ki, hogy a cső telítettséggel nem lehet 60-65%-nál több. Itt nagyon fontos, hogy a csőt tisztán tartsuk, mentesen, tehát hogy ne, ne eresszen nyomást, ezt le kell kalibrálni, le kell dugózzuk a telepítés végén. A kábel kiállásokat is, hogyha befújunk egy kábelt, akkor le szokták zárni egy olyan dugóval, amin ki tud jönni a kábel, ezek víz- vagy víz- és gázzáró kábelkivezetések. Tehát egy kicsit szofisztikáltabb technológia, de nem kell tőle megijedni, viszont nagyon-nagyon jól használható, akár lefedőhálózatként, tipikusan családi házas ahol főleg új építésű lakóparkok épülnek, ezzel nagyon-nagyon jól ki lehet váltani a ronda oszlopsorokat és légkábeleket, de használják nagyon sokan, hát még gerincen is, de, de lefedőhálózatokon mindenféleképp. Érdemes vele gondolkozni. Ha érdekelmeltek ez a technológia, tartunk róla oktatást, van róla anyagunk, tudunk róla nektek benne segíteni és nektek ö, anyagot adni, a tervezésbe is tudunk segíteni. Kicsit másképp kell vele gondolkozni, de nagyon jó, tényleg érdemes vele Foglalkozzatok. Ahogy látjátok, elég nagy a portfólió, sőt, nem is sodoltuk fel az összeset, amit, ö, amit tudnánk szállítani nektek. Ami standard termék nálunk, azok a mikromodulos MDC FM kábelek, a BDC C0 jellemzően, és hát természetesen az Aero DR. Ezeket készleten tartjuk. Ha bármi másra szükségetek van, vagy nem tudtok választani közöttük, vagy van egy feladat, és nem tudjátok, hogy melyik lenne a legmegfelelőbb, jelezétek, és segítünk nektek benne. A következő videónkban szeretnénk beszélgetni a beltéri kábelezésről. Ott is két érdekesebb technológiát vagy megoldást szeretnénk bemutatni nektek. Addig is sziasztok!